Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban rendezték a Magyar Kultúra napján azt az ünnepséget, amelyen átadták Székesfehérvár egyik legrangosabb elismerését, a Prokultúra Alma Régia díjat. Ebben az esztendőben ezt Komlósi József könyvtáros érdemelte ki. Gratulálok. Köszönöm Tisztelettel szépen. Köszöntelek. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy jó helyre került. Indítsunk egy Diderot idézettel. Ő azt mondta, hogy az ostoba egy jó könyvet sem ismer, az okos egy rosszat sem. Ez nagyjából rímel arra, amit én szoktam mondani azokra a könyvekre, amelyeket esetleg sokáig nem kölcsönöznek ki, vagy lehet, hogy beszereztük, és évtizedek teltek el, mire azt valaki a kézbe vette, hogy előbb-utóbb minden könyv megtalálja a maga olvasóját. Tehát nincs olyan, hogy rossz könyv. Így van, mint ahogy előbb-utóbb minden ember megtalálja a hivatását, legalábbis jó esetben. Te a könyvekkel találtad meg azt az életutat, ami teljessé teszi a mindennapjaidat. Ugye számtalanszor elmondtad, hogy gyermekkorod óta meghatározó szerepet töltenek be a könyvek. Melyik volt az első olvasás élményed? Hát ugye, mint minden gyerek, én is a mesékkel kezdtem annak idején. Világszép Nácsá kisasszony kötettől kezdve egy csomó mesekönyvet olvastam, és akkor ugye én Csalán laktam gyerekkoromban, 18 éves koromig ott éltünk, és oda két hetente jött ki a megyei könyvtárból a művelődési autó könyvekkel, és egy mozifilmmel, a Kovács Józsi bácsi, aki ugye később a Köztársaság mozinak lett a vezetője, és a Csaba Orsoly a kolléga, aki utána ugye a kolléganőm lett a megyei könyvtárban. De a lényeg az, hogy én azokból a könyvekből, ugye mindig kölcsönöztem többet is, minden két hétben ott voltam, ez az iskolában történt a kölcsönzés, és az első ifjúsági regény a Vinetú volt, amit hazavittem, és azt először nagyanyám olvasta el, mert ő is sokat olvasott azokból a könyvekből, amiket én hazavittem, ugye még a meséket is, és akkor ő elmesélte nekem, hogy ez miről is szól tulajdonképpen, és hát akkor már nagyobb bacska voltam, 10 éves lehettem talán, és akkor elolvastam én is a Vinetút. És hát az volt az első olyan regény, ami ugye nagyon megfogott, aztán utána jött a többi indián regény. De még egy érdekességet hagyd mondjak el, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a szomszédban, hát ott mindenki ismert mindenkit, az egy kicsi település ez a csala, ugye, Fehérvár tartozott akkor is, és ott volt egy cigányasszony, aki szintén olvasott volt, és ajánlatott nekem könyveket, és ő ajánlotta a Jack Londont, a Martin Eden című regényt, ami aztán nagyon megfogott. Tehát ha van olyan könyv, én egyébként is nagyon szeretem Jack London műveit, és ha van olyan könyv, amit úgy többször is elolvastam eddig életem során, az a Martin Eden volt, azt ugyan néhány évenként előveszem és elolvasom. Igen, hát ha megnézzük, akkor a kisfiúcska, mondhatom az én példámat is, valóban nagy indián könyv, Vinetú, aztán a kicsit később rejtőkönyvek adott esetben, Jack London mindenképpen, természetesen aztán Pál utcai fiúk. Ja, hát hiszen voltak, amit muszáj volt. Ne feledjük, hogy a kötelező olvasmányok a mi időnkben, a Légy jó, mint halálig, a Pál utcai fiúk nagyon is sokat segített olvasás élményben, hiszen ezek olvasmányosok voltak és nagyszerű történetek. De mikor történt az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy valóban a könyvek lesznek a hivatásod? Hát ezt szoktam ilyenkor mesélni, mert ez az igazság, hogy tulajdonképpen nem készültem én könyvtárosnak eredetileg. Tehát amikor befejeztem az általános iskolát, ez már a Kossuth Lajos általános iskolára volt, mert oda jártuk a családról a felső négy osztályt, akkor hát úgy, ahogy talán ma is kevesen tudják eldönteni 14 éves, hogy mit szeretnének csinálni, mi sem nagyon tudtuk, én sem nagyon tudtam. És az osztályból a fiúk nagy része ment az IBLI szakközépiskolába, vagy közlekedésgépésznek, vagy gépész szakra. Hát én a gépész szakra kerültem oda, ahol rövid idő alatt kiderült, hogy azért én elsősorban humán érdeklődésű vagyok. Elvégeztem, meg szerettem is oda járni, de az látszott, hogy nem valószínű, hogy gépész leszek.
és ott is nagyon sokat, akkor is nagyon sokat olvastam, tehát amikor oda kerültem az iskolába, a középiskolába, akkor már én beiratkoztam a megyei könyvtárba, és nagyon gyakran jártam, és sokat olvastam, mindenfélét. De még mindig nem tűnt úgy nekem, hogy ebből könyvtárosság lesz. Szóval bevallom, hogy én az újságírással akkor egy kicsit kacérkodtam, de azt hiszem, hogy jobb, hogy ez nem sikerült. Próbálkoztam a érettségi évében, amikor jelentkeztem Szombathelyre, könyvtár magyar szakra, mert hogy tudtam, hogy ahhoz is kell egy diplomát szerezni, hogy valaki újságíró lehessen, és hát ez tűnt egy jó megoldásnak, de nem vettek fel nappalira, és akkor egy kicsit a Fejér megyei hírlapnál, akkor ott írogattam. Hát nem gyakornok voltam, mert az nem lehettem, hanem hát ott használták az írásaimat nagyjából, amit írtam, az minden meg is jelent, de aztán látszott, hogy ez alig, hanem nem az én világom, és akkor jelentkeztem arra az időre, egy évre dolgozni, amíg újra megpróbálom majd a főiskolát. De az már a könyvtárban. Ez már a könyvtár volt, tehát először bementem a megyei tanács művelődési osztályára, 76 őszén, augusztusban azt hiszem, és ott Eserin Annával találkoztam, aki akkor ott dolgozott, és kérdeztem tőle, hogy lenne számomra valamilyen könyvtári munka. Akkor már azért gondoltam, hogy azért az nekem jó lenne, még átmeneti megoldásnak is egy könyvtári állás. És akkor ő hívta Csongor Endrénét, dr. Csongor Endrénét, ő volt a megyei könyvtár akkor igazgatója, és volt hely, és akkor átmentem a könyvtárba, és vele megbeszéltem az igazgatóasszonnyal, hogy szeptember 1-től mehetek oda dolgozni. És tulajdonképpen az egy nagyon rövid idő volt, amikor úgy eldőlt, hogy én akkor a könyvtárosságot választom, mert következő évben már azzal a célra jelentkeztem, már nem nappalira, hanem levelezőre, Szombathelyre, ugyanerre a szakra, könyvtár magyar szakra, hogy könyvtáros szeretnék lenni. Találkoztam olyan emberekkel a könyvtárban akkor, az akkori könyvtárosok között, akik nagy hatással voltak rám, azt kell mondjam. Gévai Ágnes volt az egyik, ő volt az olvasószolgálat osztályvezetője, nagyon emberséges, és nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, nagyon emberséges volt, sajnos már nincs közöttünk. Murányi Lajos volt a másik, aki nagyon sokat segített, és szóval azt láttam, hogy sokféleképpen lehet ezt a munkát is nyilván csinálni, ezt a könyvtárosságot, vagy hivatást, akinek hivatása, az már nyilván másképp csinálja, de lehet ezt nagyon jól is, hogyha az ember úgy fogja fel, és szereti a könyveket, meg az embereket, akkor ezt jól is lehet csinálni. Hát a ideje korán bensőséges kapcsolat alakult ki a leírt szó tisztelete és az ember között, akkor nyilvánvaló. Tehát akkor az idestova jóval több, mint 4 évtizede, 43 esztendeje idestova, így van, és akkor főiskola, majd egyetem. És otthonra találtál a Vörösmarty könyvtárban. Milyen volt a könyvtár akkor? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy felgyorsult a világ azóta. Nyilván teljesen más volt a könyvtár, mint manapság. Szóval sok minden olyan munka, amelyeket most percek alatt el tudunk végezni, akkor az is sokkal tovább tartott, mert igen, technikai felszereltség, számítógép az akkor még nem volt a könyvtárakban. A könyvtár bensőséges munkahely volt akkor is, tulajdonképpen baráti kapcsolatok alakultak a munkatársak között, és hát sokan jártak, tehát az olvasókat is ismertük, és hát ilyen közösségi helyként működött akkor is már a könyvtár. Igen, tehát a könyvtár egy közösség, és a legfontosabb jellemzője, hogy könyvtáros tanár is, tanító, inkább tanító, mint tanár, és barát. Ugye ebben megegyezhetünk. Igen, a könyvtáros nagyon sok esetben, különösen a megyei könyvtárban annak idején talán még nem annyira, mert azért egy nagy üzem volt, akkor is, hogyha ha ilyen kapcsolatok alakultak az olvasókkal, meg egymás között is, de nagy üzem volt, de mondjuk a kisebb könyvtárok, mint például ahol én most dolgozom, a Szénatéri könyvtár, hát sok esetben ugye én csinálom a könyvrendelést. És a Szélatéri könyvtárnak, és sok esetben, amikor látom azt, hogy milyen könyvek jelentek meg, sokszor már látom magam előtt, hogy ez most ki fogja kikölcsönözni, melyik olvasója lesz majd ez a könyv, mert ő ezeket a
témájú könyveket, vagy ezt a szerzőt, nem tudom én szereti. Tehát ott egész ilyen kisebb helyen egész másokkal kapcsolatok azért az olvasókkal. Nagyon fontos az olvasószolgálat. Amikor a főiskola után az egyetemet elvégezted, nyilván az olvasószolgálat vezetőség, mert hogy ugye osztályvezető, csoportvezető is voltál, de nyilvánvaló az olvasószolgálat az a szívügye minden könyvtárosnak. Annál is inkább, hiszen személyes a kapcsolat egyik oldalról, tehát itt jön be a tanító, közösség, vezető, család, mint könyvtáros. De mennyit lehetett főiskolán, illetve az egyetemen megtanulni, és hogyan lehetett azt alkalmazni a könyvtárban? Nagyon sokat segített a tanulmányaimban az, nyilván a könyvtárszakos tanulmányokban, tehát azon abban a részében az, hogy én könyvtárban dolgoztam. Tehát azért azoknak, akik nappalira jártak, nyilván volt annak nagyon sok előnye a nappali tagozatos képzésnek, vagy ha valaki azon abban vett részt, de azért nekik volt, ami sokkal nehezebb volt. Tehát olyan könyvtári munkafolyamatok, amelyeket én ugye gyakorlatban csináltam, és előjött a tanulmányaim során, az nekem sokat segített. Tehát nyilván ez visszafelé is igaz, mert azért a könyvtár szakon tanultunk olyan tantárgyakat, könyvismeretet például, ahol meg kell, nekünk ugye rengeteg a tájékoztató munkához rengeteg kézikönyvet kellett ismerni és használni, és ezeknek a használatát ezt meg kellett tanulni. Tehát megvolt, hogy egyes szakterületek kézikönyveit, lexikonjait, monográfiait, azokat ismerni kellett. Ugye annak idején azért persze ehhez hozzátartozik, hogy sokkal több úgynevezett tájékoztató kérdés, vagy referenc kérdés, ahogy idegen szóval mondják, hangzott el egy könyvtárban, vagy a könyvtárban, mert ugye hát akkor nem volt internet. Tehát azért manapság nem árulok el vele titkot nyilván, hogy nagyon sok esetben az emberek már inkább ahhoz nyúlnak, amikor valamilyen kérdésre választ akarnak kapni, hát akkor bejöttek a könyvtárba, vagy betelefonáltak. Miként tud fejlődni egy könyvtáros? Hiszen ez a tempora mutantur jegyében, tehát változnak az idők, és nyilvánvaló, hogy nagyon sokat kell olvasni egyik oldalon. Az emberismeret oltatlanul a korral együtt jár. De ettől függetlenül a jó könyvtáros, az hangsúlyozom még egyszer, az nyilvánvaló, hogy önmagából indul ki, és a saját tapasztalatait is szeretné átadni. Hát a könyvtárosok számára a fejlődés lehetőségét a manapság egyre inkább a digitalizáció, meg ugye a számítógép jelenti. Tehát anélkül azért manapság már nagyon nehéz boldogulni egy könyvtárban, még a legkisebb könyvtárban is, hogy valaki ezekkel ne legyen tisztában. Tehát mindenképpen használni, ismerni kell a könyvtári adatbázisokat, katalógusokat, mármint az ilyen internetes számítógépes katalógusokat, ezeket használnia kell. És hát enélkül fejlődni manapság már rengeteget jelent, tehát nagy könnyebbség a könyvtáraknak, hogy ez a lehetőség megnyílt. Ugye a 90-es években történtek ezek a változások, akkor indult el a könyvtári számítógépes fejlesztés a megyei könyvtárban is, és hát ugye sokkal könnyebbé vált a munka ezzel. Mennyit változott, ugye könyvtári szakfelügyeleti munkát is végeztél, mennyit változott, amikor ellenőrizni kellett módszertant és sok-sok mindent, amit egy szakfelügyelő oltatlanul is elvégez, mennyit változtak a másutt a könyvtárak? Hiszen azért tudjuk, mi egy városban élünk, ez Székesfehérvár nagysága nagyban meghatározza és ellátottsága is, viszont egy kisebb faluban, egy kisebb településen teljesen más a könyvtár szerepe. Vagy majdnem más? Azt kell mondjam erre, hogy a kisebb településeken, a kisebb városokban, ott is ez a számítógépes fejlesztés határozza meg most már a nagyobb részt a könyvtárak fejlődését. Tehát a szakértői és a ilyen szakfelügyeleti vizsgálataim során is ezt tapasztaltam, hogy ezeket a fejlesztéseket meg kell tenni, tehát a helyi könyvtáraknak is lépni kellett abban a dologban, hogy a saját állományukat kezdjék el számítógépes katalógusokban feldolgozni, és kezdjék el a számítógépes kölcsönzést, és így lehetett végül is csatlakozniuk ezzel a fejlesztéssel a megyei könyvtárakhoz, és hát ilyen országos adatbázisokhoz. Tehát ez most már nagyon fontos dolog.
Ha valaki hivatást választ, óhatatlanul is bizonyos idő elteltével, és kellően tehetséges és szorgalmas, azt eléri a ranglétrán felfelé, az az út. Ez veled is így történt. Mennyit változik egy könyvtáros munkája, időbeosztása, felelőssége, amikor különböző címeket és rangokat kap? Mármint ilyen beosztásokat. Hát természetesen megváltozik, mert már az osztályvezetői vagy a csoportvezetői munka és szervezési feladatokkal is jár, tehát nem is beszélve az igazgatói munkáról, ahol a szakmai munka az sajnos egyre jobban háttérbe szorul, és akkor sok minden mással kell foglalkozni. Én azt szoktam annak idején mondani, hogy ugye együtt dolgoztunk a többi kulturális intézmény vezetőjével, a Művközpont Múzeum levéltár igazgató, hogy tulajdonképpen sok különbség, ami igazgatói munkát tekintve már nincsen, hogy melyikünk mit csinál, mert ott általában emberekkel való foglalkozás, szervezési feladatok voltak. Azzal együtt, hogy én igyekeztem azért nem nagyon elszakadni a szakmától, mert én a 99-ben, amikor igazgató lettem, én akkor se gondoltam, hogy nyugdíjas koromig fogok ott maradni ebben a beosztásban, hanem előbb-utóbb visszatérek majd a szakmához, és ugye így is lett, de hát nagyon sok minden mást kellett csinálni természetesen a szakmai munkán kívül. Ugye költségvetési ügyek, egyebekkel foglalkozni. Az ezredév vége 1999 meghozta. Az egy áhított cím azért, rang, ha úgy tetszik, a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár igazgatójának lenni, hiszen lefedi jószerivel Székesfehérvár könyvtárainak és a megye könyvtárainak élén az egészet. Tehát itt említetted, hogy nagyon sok minden megváltozott. Ilyenkor könyvtáros maradhat az ember? Tud könyvtáros fejjel gondolkodni? Hiszen említetted, hogy a társszervezetekkel együtt jószerivel ugyanazt kell csinálni. Hát, nagyon sok mindenben hasonló feladataink voltak természetesen. Én gondolok itt elsősorban tényleg a költségvetésre, meg a szervezési dolgokra. Én próbáltam könyvtáros maradni. Hát ahogy elmondtam abban a rövid interjúban a múlt héten, amikor átvettem a kitüntetést, hogy én úgy próbáltam dolgozni, hogy minden, akármit is csinálok, tehát bármilyen munkaterületen, akármilyen vezetőként is dolgozom, hogy úgy dolgozzak, hogy a végén ott legyen a olvasó vagy a könyvtár használó. Tehát, hogy annak legyen ilyen szempontból értelme, hogy a olvasók használata történik, hogy ilyen nagy szavakat használja. Tehát ez 10 esztendő volt az életedből. Igen. Egyébként mennyit változott a fiatal Komlósi József a ritmusa olvasásban? Mennyit változik az ember? A korral nyilván változik, és mást kezd el megkedvelni, meg szeretni, tehát eljut az indián könyvektől valameddig, de hogyan történik ez? Nálad hogy történik? Én azt hiszem, hogy tudok olyan fokozatokat felállítani az olvasással kapcsolatban az életemben, amikor úgy éreztem, hogy mostan fejlődtem valamit, és mást kezdtem el. Az kétségtelen, én mindenfélét olvastam. Tehát minden olvasó. Én mindent olvasok. Tehát most is olvasom a történelmi regényeket, társadalmi regényeket. Régebben is így volt. Tehát a John Updike könyveit ugyanúgy szerettem, mint a Bernard Cornwellnek a történelmi regényeit, vagy nem tudom én, a Kós Károlyt, vagy szóval sok mindent. És mennyit változtak az olvasók? Ez tetten érhető? Igen, azt azért lehet látni, hogy ez a dolog nagyon szorosan összefügg a könyvkiadással, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy azért volt egy időszak, ez a rendszerváltozás utáni időszak, amikor aztán felszabadult a könyvkiadás, és minden megjelenhet, tehát ma is minden megjelenhet gyakorlatilag. Hát nyilván a könyvtáraknak itt súlyozni kell, hogy mit szereznek be, de az olvasók esetében ami látszik, hogy még talán a 90-es években is a nagyjából az ismeretterjesztő és szakkönyveket ugyan olyan arányban olvasták a könyvtárból, mint a szépirodalmat. A mai napra ez az arány az elbillent jelentősen a szépirodalom javára. Tehát kevésbé keresik az olvasók a munkájukhoz, tanuláshoz szükséges irodalmat a könyvtárakban,
kevesebb a középiskolás, aki bejön a könyvtárba verselemzésért manapság már. Ki az, aki bejön a könyvtárba? Nagyon kevesen, mert ugye internetről mindent meg lehet, interneten mindent meg lehet találni, vagy sok mindent meg lehet találni. Az egy másik kérdés, hogy azzal azért foglalkozni kellene itt a fiatalokkal is, meg idősebbekkel se ártana, hogy hogyan és mint érdemes a világhálót használni, és melyek lehetnek azok a szűrők, meg tartalmak, amiket érdemes a munkájukhoz vagy a tanuláshoz felhasználni. Tehát azért itt lehetne, van még teendő, akár a könyvtárosoknak is van teendője. Ha nézzük, akkor Jókai Mikszát, Móricz, Makó Elhó, Petőfi, Adi, József Attila, Karafiát, Orsi, Laszkfi, és itt tovább. Ez mennyire volt egyértelmű a pályafutásod alatt? Tehát ezek a korszakok? Hát nem tudom. Én most is azt mondom, hogy én ami akkor, persze Jókait én is olvastam, Mikszátot én is olvastam annak idején sokat, de aztán a későbbiekben meg hát ami úgy frissen megjelent. Tehát ebben mondom, mindegy volt ez, hogy ez magyar vagy külföldi világirodalom, modern vagy történelmi regény, ezeket én mind, nem mondom, mindent elolvastam nyilván, ez nem lehetséges, de sokat, sokfélét. Fontos-e, fontos volt és fontos ma is, de fontos-e kiemelten, hogy egy könyvtár teret adjon kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak? Nagyon jól el vagyunk látva, tehát én azt mondom, azt igen. Én gyakorta járok, ugye, Budai út, Szénatér, a olvasók terem, könyvtár, tehát így ez működik nagyszerűen, de mi a véleményed neked erről? Úgy kell a könyvtárnak ilyen szempontból közösségi helyé válni, és úgy kell a rendezvényeket tartani, hogy az lehetőleg a többi szolgáltatásnak ne menjen a rovására. Most Fehérváron ezekben a Vörösmarty Mihály könyvtárhoz tartozó könyvtárakban ez nem olyan könnyű megvalósítani. Mert ugye ilyen kisebb kiállításokat szinte mindegyik könyvtárban lehet tartani, vagy lehet rendezni, vannak ugye, és vannak is ilyenek. Ami a rendezvényeket illeti, ugye ott arra kell valamilyen szinten figyelni, hogy egyik könyvtárnak sincsenek igazából olyan külön termei, vagy külön helyiségei, ahol úgy lehet programot tartani nyitvatartási időben, hogy az ne korlátozza a szolgáltatásokat. Tehát erre azért nem árt odafigyelni, de hát azért lehet ilyeneket szervezni, meg kell is, meg szoktunk is, mert ugye például a tagkönyvtárak azok hétfőnként nincsenek nyitva, tehát abban a közhiedelem rendtétben mi akkor nem otthon vagyunk, hanem dolgozunk, vagy programot szervezünk, vagy továbbképzésen vagyunk, vagy ilyesmi. Tehát fontos, tehát ezeket én is fontosnak tartom. Tulajdonképpen erre azt tudom mondani, hogy a kiállítás, az író-olvasó találkozó, egy könyvemutató, a kézműves foglalkozás a gyerekeknek az egy könyvtári szolgáltatás manapság. Tehát ugyanúgy hozzá tartozik a könyvtárak életéhez, mint a könyvkölcsönzés. Igen. Tehát a Szénatéren is, a Budai úton. Igen. A többi helyen is, ez remek. 2010-ben úgy döntöttél, hogy itt a vége, és vissza az eredendőhöz? Igen, így döntöttem. Ennek az volt az elsődleges oka akkor, hogy az egy igen nehéz időszak volt. Én igazából 2009-ben döntöttem így, mert ugye addig tartott a 10 éves igazgató, a második 5 év. A 2008-9 az már, a 2008-as év az már ugye a válság kezdete, és hát az egy nagyon, és a 2009 is az egy nagyon kemény év volt a megyei könyvtár életében, szóval azt én nagyon nehezen tudtam akkor feldolgozni, hogy mintha otthon ért volna ilyen trauma, hogy nem tudunk egy villanyszámlát kifizetni, mert akkor sajnos ilyenek történt. És soha nem fordult elő korábban ilyesmi, és ha nem is beszélve arról, hogy ugye össze kellett hívni a munkatársakat, és hát jó néhány alkalommal kellett bejelenteni létszámcsökkentést. Ugye amikor én elkezdtem dolgozni a könyvtárban, igazgató lettem a könyvtárban, bocsánat, a 99-ben, akkor még 62-en voltunk, és a 2009-ben, mikor befejeztem az igazgatói pályafutásomat, akkor 48-an. Ez szörnyű megélni. És ez nagyon nehéz volt, igen. Meg az is, hogy azt kellett mondanom, hogy
hogy a bérre úgy nagyjából lesz pénzünk, viszont könyveket nem tudunk vásárolni. Tehát az, hogy egy könyvtár ne tudjon új könyveket venni, 2009-ben ez volt a helyzet, az egy nagyon nagy érvágás volt, és hát tulajdonképpen nem tudtunk normálisan működni szerintem akkor, mint könyvtár, és hát úgy gondoltam, hogy én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy pont lejár, tehát nekem nem kell lemondani, hanem pont lejár ez a második ötéves ciklus, és én ezt abba hagyom most, és visszamegyek könyvtárosnak, és hát így is tettem. Lubickolsz most ebben a történetben? Én most jól érzem magam. Jól érzed magam? Én most jól érzem magam, igen. A Széneteri könyvtárban. Ez egy tulajdonképpen egy kisvárosi könyvtárnak, egy 15 ezer lakosú körülbelül akkora város könyvtárának felel meg nagyságrendileg szerintem a Szénatér. Az olvasói létszám is, amelyet az aktív használók száma, az is olyan 1400-1500 körüli, tehát ez egy ilyen, ennek felel meg, és hát én azt csinálom, amit szeretek. Igen, az egy jó hely, az a Szénatér. Nekem minden könyvtár jó hely, maradjunk egyébként mindegyik könyvtárunk jó hely. A díjátadón elmondtad, és ugye tudjuk, hogy Aratóni, tehát Arató Antal után 4 esztendőn belül te lettél a második, aki ezt megkapja, de tulajdonképpen én azt mondom, hogy annyi jó könyvtárost ismerek, hogy bárki megérdemelte volna. Én ezt mondtam gyakorlatilag, vagy valami hasonlót, ezen amikor átvettem ott a színházban ezt a kitüntetést, hogy én úgy veszem ezt, vagy úgy gondolom, remélem nem tűnik álszerénységnek, hogy ezt tulajdonképpen a könyvtárosok, a megyei könyvtár, meg a könyvtárosok kapták ezt a kitüntetést, nem csak én egyedül. Igen, nagyon fontos munka a tiétek, fontos hivatás. Én azt gondolom, hogy most még egyszer gratulálok minden olvasó ember nevében. Hála Istennek azért Fehérváron vannak olvasók, ez az én tapasztalatom. Igen. Ha még itt a végén lehet egy mondatot erről mondani, az a 12 ezer fő, aki a Vörösmarty Mihály megyei könyvtárnak a beiratkozott olvasója volt a tavalyi évben, azért az nem olyan rossz eredmény én szerintem. Azzal együtt, hogy én például 4-5 évvel ezelőtt én is megijedtem, amikor bejöttek az e-book olvasók, ezek az új eszközök, és akkor én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezzel nagyon sok embert elveszítünk. Veszítettünk is biztos olvasókat, de és van is nekünk egyébként a Szénatéren ilyen e-könyv olvasó készülékünk, 3 is, amelyeket kölcsönzünk, és néha viszik is, leginkább azért, hogy mert kíváncsiságból, aztán utána, ha visszahozzák, sokan mondják, hogy köszönik, ez nem az ő világuk. De az utóbbi időben én úgy látom, hogy ahogy a filmekkel, meg a tévével együtt tudott élni a könyvtár, ugyanúgy ezzel az eszközzel, vagy emellett is megmarad. Ugye az olvasásnak varázsa van. És én azt látom én is, hogy a fehérváriak Mark Twainnel vannak, egy idézettel fejezzük be, az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni. Hát ez így van. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és gratulálok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Komlósi József volt, a Prokultúra Albaréria díjjal kitüntetett könyvtáros. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!